Egy temeriai hírszerző. Így van. A király közvetlen parancsait hajtom végre. Így van. Megtalálom az ügynököket, patkányokat, árulókat. Kém vagyok. Egy magas rangú kém. Nem tagadhatom. Kérdezhetek valamit? A két éltűekről, akik után érdeklődtél, személyes okokból vagy ideológiai okokból érdeklődtél? Két éltűekről, akik után érdeklődtél, személyes, milyen két éltűek? Mindkettő. Magyarázd meg! Az az ördögi szervezet kirabolt engem, és megölte egy barátomat. Szia, Jani, jó munkát azon holnapra! Kívül a Salamandra felborította az egyensúlyt. Witcherként ezt nem hagyhatom. Értem. Salamandra, igen, közben leesett nekem is, hogy a Salamandra lesz. Mit kell Leuvardennek tennie a közelgő változásokkal? Egy személyes találkozót kellene megszervezzem Erkin és közte. A szándékai most nagyon rejtélyesek. Nekem is. Tényleg? Hogy érted ezt? A te barátaid kijönnek Leuvardennel. A két idegennek bizonyára sok megbeszélni valója van. Nézd meg magad. Én bízom Trisben. Ne mondd, hogy nem figyelmeztettelek. Leuvardennek pedig van egy nemzetközi szervezete a kereskedők, bankárok és egyéb más gazdag népek között. Tényleg őt miért zavarja a semlegesség? Miért zavar téged az én semlegességem? Miért akarsz belerángatni engem egy olyan játékba, ami nem tartozik rám? Téged nem érint a rend és mókusok közötti konfliktus? És mi van akkor a szeretőddel, Triss Merigolddal? Ez személyes ügy. A célom, hogy elpusztítsam a Salamandrát. A Salamandrának van egy pártfogója, valaki ebből a szobából, vagy aki ismerős itt. Akaratod ellenére te is érintett vagy ebben az ügyben, farkas. Aha, most már értem. Értem. Értem, Thaler. Thaler most éppen előkészíti itt a terepet. Thaler motivációm összetett. Hát igen. Ő továbbra sem áll velem szóba. Devet, hozd ide a bort, attól az inastól a terem végében. Fenség. Most már szabadon beszélgethetünk. Mesélj a vicselekről, és kímélj meg a törvénykönyvetek elmondásától. Mire vagy kíváncsi? Nekem a politika olyan, mint egy szeretővel való találkozás. Egyet értesz? Hercegnő, kipróbáltad már magad a képzőművészetekben? A könyvek untatnak, ahogy a költészet nagy része is. A könyvek az unalomért vannak. Mindegy. Térjünk vissza a szeretőinkhez. A politika nem más, mint egy randevú. Az előjátékkal kezdődik. Pillancs rá arra a boszorkányra Leuvardennel. A tánc merészebbé válik a simogatással. Mint a nemes Erkinünk és az udvaroncok. Aztán úgy elemészti a vágy azt, aki belekerül, hogy szenvedélyesen egyesül másokkal. Végül már csak a rutin közösülés marad, ami mentes a szenvedélytől. Velerád és Devet például. Elnézést, torokgyulladás. Mi mindketten tudjuk az emberek vágyait. Én nem gondoltam, hogy ezt így is lehet nézni, de végül is, ha megnézitek. A politika és a szex egy dologra összpontosít, mások csesztetésére. Ez elég béncsa. Nem szólok bele a politikába. Nem szólok bele a politikába. Nem szólok bele a politikába. Szóval, mit csinálsz itt, ahol mindenki mesterkedik és beleüti az orrát a dolgokba? Ugyanezt. Mesterkedünk. Én nem vagyok benne biztos, hogy őt bele kéne avatnunk bármibe is. Egy Nilfgaardi rend tagjával van. Trisszel vagyok itt, babám. Trisszel vagyok itt. Nem érdekel! Elrontottad az estémet! Bocsáss meg, hercegnő, nem úgy értettem. Túl késő bocsánatot kérni. Devet, távozunk! Mi baja van ennek a csajnak?
Geralt, beszéltem Declannal. És? Beszélned kellene vele. Miért kellene rápazarolnom az időmet? Ajánlatot akar tenni, amit el kellene fogadnod. Ne használj úgy, mint egy játékszert. Te és a játékszereid. Mi az a Lara adománya? Egy hosszú és bonyolult történet, de megpróbálom röviden összefoglalni. Lara Doran Epsiadal nem egy átlagos tünde volt. Genetikailag más volt. Találkoznia kellett egy szintén más genetikával rendelkező tündével, és életet kellett volna adnia egy különleges gyermeknek. Soha nem történt meg. Szerelembe esett egy emberi mágussal, Lodi Krenegannal. A varázslók megpróbálták kideríteni, mi lett a leszármazottjukkal, de nem jártak sikerrel. Hmm. Lara és Krenegan gyermekeit nehéz volt követni és irányítani, befolyásolni pedig végképp nem lehetett őket. Látom, te sem szeret az udvari játszmákat. Az a helyzet, hogy nem akartam Addával belemenni. Tehát azt nem akartam elmondani, hogy valamit keresek, mert nem bízok benne semmilyen szinten. Ugye Adda, amikor őt ilyen 14 éves korában felszabadítottuk a Striga átokból, akkor ő leél 14 évet Strigaként. Tehát ő az elmúlt néhány évet azzal töltötte, hogy megtanult beszélni, írni, olvasni, megtanult, hogy mi az, hogy WC, meg fogat mosni, szóval, hogy ő igazából 14 évesen kezdte meg az életet. És nem gondolnám, hogy neki van elég gógyia ahhoz, hogy én ezt így most rábízzam ezt amúgy, ami tehát én most egy, valójában egy secret missionben járkálok itt, tehát Thaler is ugye igazából elénk tárta Thaler is, hogy hát figyelj már, tehát hogy itt azért komoly államügyek vannak, Addába én ezt nem igazán bíznám, és Thaler is azt mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furmányos. Nem okos, de furmányos. Vagyis ármányos, bocsánat, ez a jó kifejezés inkább. Úgyhogy inkább úgy voltam vele, hogy játszmázgatok én itt az udvarban, de nem Addával. Mert Adda egy... nekem nem szimpatikus most. Nem érzem őszintének semmilyen szinten. Unalmasnak tartod a fogadást? Van valami jobb ötleted? Mm-hmm. Úgy járkált Triss, mint a pisilnie kéne. Nem? Tehát, hogy így tudod, hogy már nagyon kell. Beszéljünk a kereskedővel. Örülök, hogy eljöttél. Mi az? Ahogy a régi mondás tartja, az ellenségem ellensége az én barátom. Térj a tárgyra. Geralt, sietned kell. Figyelj oda arra, amit Declan mond. Hadd találjam ki. Van valami piszkos munka, amire egy amnéziás Witcher lenne a legalkalmasabb. Pontosan. Segítesz meg semmisíteni a szalamandrát? Miért akarja ő ennyire? Segítek, de ez közel sem jelenti azt, hogy barátok vagyunk. Csodálatos, pont ahogy hallottuk. Minden titkos társaságnak szüksége van pénzre. A fisztek üzlet hozza a legnagyobb hasznot a szalamandrának. Témeik azt jelentették, hogy egy új szalamandra táborra bukkantak a mocsárnál. A növényeket begyűjtik, és továbbítják a vizimai templom negyedbeli bázisukra. Megint a mocsár és a nyomor negyed. Remek. Hmm. Biztosak vagyunk benne, hogy meg tudod semmisíteni mindkét tábort. Ha találsz papírokat, vagy bármilyen bizonyítékot, ami segítségünkre lehet, azt is hozd el nekem. Igen, uram. Kérek engedélyt az eltávozásra, uram. Mindkét tábor új, és nincs erősen védelmezve. Semmiség lesz neked. A szalamandrák emberek tömegeit mészárolják le lelkiismeret furdalás nélkül. Sokkal egyszerűbb feláldozni egy Witchert. Visszajövök, ha már kiderítettem valamit. Holnap találkozunk, ha szükséged van rám. Triss, neked szerezte ezt a receptet. Fehér a fárd. Na végre. Mesterem, kéne Jethroval. Aha. Most egy valak küldetésbe szakadt ide. A puccos fogadással készen vagyunk. Templom negyedben el kell indítanunk egy nyomozást. El kell mennünk Vaskához. Be kell fejezni a templom negyedben, és a mocsárban, ez pedig a kettőnek az összefüggője. Ezt nem értem, ezt a küldetést itt. Ezt konkrétan nem értem itt.
Tehát ezt megcsináltam. Akkor ez miért van itt? Ebbe bementünk ebbe a toronyba. Vissza kéne oda mennem abba a toronyba? Aha, el is tűnt innen mindenki. Ha ennek itt vége van ennek a missionnek. Szintrai fáraó. Ja, ez egy sör. Aha, eltűnt innen mindenki. Aha, akit lehetett, azt megsértettük. Jó, mindegy. Emlékszel, hogy a hovatartozásról beszéltünk? És mire jutottál? Még mindig csak tervezek. Mit tervezel, Gerált? Lehet-e vele kereskedni? Időre van szükségünk. Aha, most nem. Jó. Na jó. Valamilyen szinten... Akkor most körvonalazódott, hogy mi van itt. Tehát... Ami lényeges körülmény az az, hogy... Ez a most már beléphetek a toronyba küldetés, ez nekem egyedülre nem egyértelmű. A tornyos küldetéshez Kásteinnel kell beszélni. Jó. Akkor... Az Thaler? Az a Thaler? Ő bizony. Ha itt valami probléma van. Witcher, nyilatkozz! Tisztességes, vagy inkább gyáva ember vagy? Mit akarsz, Devet? Az a gazember Thaler nem akarja tiszteletben tartani a királyi rendeletet. Milyen rendelet van? Miféle rendelet? Azt, amelyik eltávolítja a tisztségéből. Thalert. Thalert felmentették a temeriai titkosszolgálat vezetőjének posztjáról. Thaler tiltakozik? Igen. Bizonyítsd, hogy igazi hazafi vagy. Öld meg azt a pondrót. Hazugság. A rendelet egy hamisítvány. Ez a fanatikus alig várja, hogy végezzenek velem. Csönd legyen, nyomorult fráter! Lógni fogsz, áruló! Geralt, hozd ide azt a pondrót! Az sem baj, ha darabokban hozod! Mindketten meghaltok. Hát ez egy elég érdekes válasz lenne. Devet, te nem ugráltatsz itt senkit, Thaler, menjél! Soha, Devet. Thaler mehet. Ezt még megbánod, Witcher! Köszönöm, Geralt. Jobban teszed, ha eltűnsz egy időre. Jó ötlet, beszélnem kell veled. Később. Rendben. Találkozunk az új Narakordban ketten. Thaler eszélye felmentés, a szórendelet hamis. Thaler, megkérdezi, hogy csatlakozz hozzá. Látogass meg. Van valami mondani valóm számot. Jó. Oké. Meglátogatunk mindenképpen. Thaler nem... Thaler nincs velünk, de nem is az ellenségünk. Thaler nem... Thaler... Igazából... Thaler az az ember, aki itt jelzi azt, hogy, hogy Geralt egyébként nem igazán... Tehát így a világ nagy dolgaiban olyan nagy beleszólása nincs. Ilyen apróságokban persze nyilván részt vehet, de a világ nagy dolgai az így mennek fölötte, meg nélküle is megy a világ. Mi az, fiú? Kirabolták a bankot, Velerád mester azt mondta, hogy keressünk egy Witchert. Mi folyik itt? Kövess Geralt mester! Nem hiszek neki, hogy kirabolták volna a bankot. Szerintem csapdába csal. Mindegy, kövessük. Aha. Itt van egy túsz dráma van? Azt hallottam, tárgyalásokat kezdeményeznek. Segítség! Kirabolják a bankot! Furcsa, hogy Siegfried nem használ ki egy ilyen lehetőséget. Segítségre van szükségünk. Felfegyverzett rablók elfoglalták a bankot. Túszokat ejtettek. Miért kéne megvárnom Siegfriedet? Mert mi az Siegfried? Egyedül dolgozom. Szívesen segítek, de egyedül dolgozom. Nem ajánlanám a frontális támadást. Velerád, gyerünk. Talán a raktáron keresztül könnyebben bejuthatsz. Hogyan? Ez egy átkelő a gyalogosoknak.
Használaton kívül van, de van hozzá kulcsom. Használaton kívül? A városházán dolgozó asszonyok szellemekről beszélnek. Add a kulcsot. De az a baj, nekem ez a küldetés nincs követve. Ez felhívások? Király emberei? Tyler megkér... Nem. Aranyláz. Ez lesz az. Ez egy fő küldetés. Azt mondta, hogy a raktáron keresztül menjünk. Menjünk a raktáron keresztül akkor. Menj innen! Ha most kéne egy macska. Mint aztán semmit nem látok. Aha, most már igen. Mi volt ez a hang? Hogy többen is vannak. Igen, csak tápos ellenfelek ezek a fléderek amúgy, ha halljátok. Nem is olyan könnyű ezeket úgy lecsapkodni. Nem azt mondom, hogy a legnehezebbek, de azért tápos rendesen. Na jó, toljunk egy fecskét akkor. Jó, és akkor most föl. Ja. Te jó Isten. Itt hárman ugrottak rám. Akkor ide a csoportos tuckál majd. Megvárunk egy kis HP-t. Mindjárt várunk egy pici HP-t, mert ez így nem vicces. Érdekes amúgy, hogy rögtön ilyen szendvicsbe fogtak. Mert az lenne a helyzet, hogy ilyenkor ugye a hátrafelé dodzsolsz, és megpróbálsz ugye csoportos támadásokkal, csak hát ugye ez hirtelen kéne gyorsan leesni. Na jó, mehetünk szerintem. Ennyi HP már bőven elég. Gyerünk. Sőt, tudjátok mit? Nem megyek be a szoba közepére. Aha, igen. Nem mászkálunk be a szoba közepére. De értitek? Az előbb hárman ugrottak rám. Akkor, aha, ott van. Jó, oké. Oké, megvagyunk. A fléderek megpróbálták kirabolni a bankot. Ha is itt én már valószínűleg fosztogattam. Ó, nem.
Hőzetalap. Nagyon jó. És már itt van mögöttem egy. Fuf. Keményebbek, mint az előző fejezetben. Jóval keményebbek. De legalább kihívás őket így csapkodni. És ez tök jó. Lefelé vezető. Ja, onnan jöttünk, igen. Jó. Jó, itt szerintem már nincs más. Szerintem ez ennyi. Aha. Hivatalnok. Szkojátelek vannak odalent. Ja, hogy én ezek csak a dolgozni. Szörnyek voltak, amik a raktár felől így... Én tudok dolgozni. Ja, értem. Jó, most esett le, hogy mit csinálunk konkrétan. Tehát nem, ez még nem a bank volt, ez csak a raktár. Bankajtó, Szkojátel kartforgató. Hú, basszus, srácok. Az baj, nem akarnám őket megölni, mert én valamilyen szinten megértem, hogy ők itt mit csinálnak. Ez egy bankrablás! Bloyd Doyle! Fenébe a tisztviselőkkel! Azt mondja, hogy egyedül megyek be, a raktállal át, ami a második emeletből össze van kötve, a bankkal és a városházával. Oké, de hogy... És itt most én mit csináljak velük? Vicces vagy. Morgul, állj! Senki sem mozdul. Most mi történik? Mindenki a földre! Tárgyalni szeretnél, Doin? Igen. Keresd meg Yevint, a bank alak sorában találod. Itt van Yevin. Ó, ő vele találkoztunk a... Hibát követtek el. Leváglak, te tetves főemlős. Ővel találkoztunk a mocsárban. Itt van. Aeliren. Ismered Aeliren történetét, Witcher? Igen. Azért jöttem, hogy tárgyaljunk. Sherovet fehér rózsája. A törpök és emberek Aeliren néven ismerik. 2 évszázaddal ezelőtt az ifjú tündéket csatába vezette. Az idős tündék ellenezték ezt, tudták, hogy nem járhatnak sikerrel. Tudták, hogy talán nem sikerül kiheverniük a vereséget. A lovagok támadást fognak indítani. Igen. Aeliren. A fehér rózsa megindította a támadást. Az ifjak fegyvert ragadtak és követték őt az utolsó, elkeseredett küzdelembe. Lemészárolták őket. Könyörtelenül. Yevin, körbevették a bankot. Haláluk előtt a nevét mondták, őt szólították, majd meghaltak Sherovedért és Aelirenért. Ahogy ígérte, büszkén, hősiesen, méltósággal távoztak. Ott voltál? Meghoztad a döntésed? Miféle döntést? Milyen döntést? Nem ülhetsz örök ki a kerítés tetején. Főleg nem, ha a kerítés egy csata kellős közepén fut keresztül. Azt szeretnéd, ha csatlakoznék az egységedhez? Nem. A lelki ismereted miatt nem igazán tudnád szolgálni a forradalmat. Vagyis? Nem véletlen, hogy elmeséltem Aeliren történetét. Háború folyik, Geralt. Háború a túlélésért, a szabadságért. Nem kell közülünk való légy, hogy segíts nekünk. Sokan szolgálják legjobb tudásuk szerint az ügyünket. És szörnyek mészárlásában te vagy a legjobb. Az egyes válasz az semmiképpen nem csatlakozunk. Nem hagyom magam belerángatni egy háborúba a rend és a Szkojátel között. Witcher vagyok. Pokolian semleges. Így van. Bolond vagy, Witcher. Túl késő a semlegességhez. Állj mellém, vagy légy örökké az ellenségem.
Alapvetően egyébként nem akarnék melléjük állni, tehát tegyétek el ezt a fegyvert és menjetek innen, szerintem is. Ez a jó válasz, a kettes. Nem gondolnám, hogy ezzel bármilyen jót is fogunk tenni velük. Segíteni fogok, de ne várt, hogy egy mókus farkának az, hogy fejest ugrok a csatába. A vicsörök módszer fog segíteni, de minek? Tehát mit most menjünk ki és mészároljuk le a helyieket? De azzal semmit nem érünk. Nem. Nem ölök embereket valami homályos filozófia miatt. Tegyétek le a fegyvert, és talán az egységed maradéka életben marad. Áruló vagy, és ráadásul bolond is. Bölcsen döntöttél. A lángoló rózsarendje hálával tartozik. Siegfried, mit keresel itt neked? Nincs idő a magyarázkodásra. Jévin a csatornán keresztül akar megszökni. Hadd menjenek. Most komolyan el kell kezdeni, most... De ez mi, srácok? Most kezdjem el ölni itt a törpéket meg a tündéket. Vagy akkor öljem meg az embereket, de ez olyan hülyeség. Nem értem. Nem lehet egyszerűen... Nem értem. Levágnám a tököd, ha lenne tököd. Te jó Isten! Nem értem. Tehát akkor vagy itt most ez a mission, ez egyszerűen nem hagyja, hogy Witcher létemre feltegyem a kardomat a hátamra, és azt mondjam, hogy figyeljetek gyerekek, ha ennyire nem tudtok egymást menteni, nem megy, akkor menjetek, ezt öljétek meg, de nem az, hogy akkor beállok, vagy az emberek mellé, vagy a törpök, vagy a más fajok mellé. Ezt most át fogom ugrálni, srácok, mert ezt már végignéztük. Nem. Ennél nem is kell több. Sajnálom, nincs idő az ünneplésre. Itt ragadtunk a szörnyetegek miatt. Azt mondtam, segítek. Milyen szörnyetegek? Kikimórok. Ők állnak a szökésünk útjában. A csatornákon keresztül akartunk távozni. Az volt a feladatunk, hogy megszerezzünk egy dokumentumot, aminek segítségével Vivaldi visszakaphatná a bankot. Meglátom, mit tehetek. Baszki! Menj, fehér farkas! De jó, hogy meghaltam. Akkor most... Értitek? Így akkor most vissza tudjuk Zseniális. És ez most a vizimai... csatorna. Vigyázz a kikimórokra. Kikimórok a fészkükön kívül? Valami bűzlik. Megtisztítom az átjárót. Oké. Mert, és ez micsoda? Mert hogy el le is lehet jönni? Ez egy alp. Hát ez nem túl jó hír. Jó, ez ennyi. Vagy lootoljam ki? Talán kitörhetünk. Jó, ez megvan. Ez csak ilyen optional helyszín itt. Milyen láng köre? Tűzáldás. Aha. Jó, és így körül szépen jönnek is utánam. Tök jó. És csipett csapat. Oké. Gyerünk, srácok, akkor. Itt volt egy tetem, ha jól emlékszem. Nála volt egy körte, meg orán. A macska már nincs benn, de még benn van. Kikimor munkás. A kocsnak meg kell hagynia. Itt
meghalt? Meg... Könnyen meghalok úgy, mint a húzat egyébként. Azaz. Ez a kis bemutató lenyűgöző volt. Ne hagyd, hogy a segítségem veszendőbe menjen. És akkor ők most ki tudnak megszerzem menekülni. Megszerzem a dokumentumokat Vivaldinak. Így talán visszakaphatja a bankot. Sok szerencsét, Yevhen. Ez mondjuk tök jó dolog. Ha szükséged lesz rám, keresd meg Vivaldit. Ez mondjuk nagyon tetszett. Ezek kiki mormaradványok. Tettem. Tárgylistád megtelt. Ja, hát azt nem vihetem magammal, igen. Itt van semleges oldal, de azért tényleg vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tudsz sajnos feladni. Az egyik oldalon a mókusok, máshol a lengorozsak, aki nem igazán szabad elvileg. Ilyen szabad, hogy néha muszáj oldalt választani. Igazad van, csak... Most például azt tartottam volna jónak, hogy se velük nem veszünk össze, se az emberekkel, hanem Geralt azt mondja, hogy oké, gyerekek, én a hüvelybe visszatettem a kardot, szevasztok, mészároljátok egymást, hogyha nektek így a jó, hello, mindenkinek pápá. És akkor fogja magát, és kimegy innen igazi Geraltosan, igazi vicsörösen, mert ez csinálta volna Geralt. No de... Rohadtul jól jött ki a lépés, mert meghaltam, és így a másik lehetőséget be tudtuk aktiválni, srácok. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rettenetes mennyiségű figyelmet, amit itt nekem adtok ezekben a Witcher streamekben. 138 néző, még jelenleg is pedig hétköznap van, és már 9:30. Én nagyon hálás vagyok ezért a rengeteg figyelemért, amit kapok tőletek. És higgyétek el, nélkületek nem tudna ez a végjátszás ennyire nagy lendülettel menni, mert iszonyatosan király, hogy azt még nem is mondtam nektek, de pénteken szintén nézettségi rekord volt a csatornán, 240 néző volt itt egyidejűleg, ami fantasztikus, átlag nézőszám 190-es volt, ami döbbenetes. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök neki, hogy ennyien ide jártok, srácok, és azt nem gondoltam volna, hogyha előveszek egy 2007-es játékot, arra ilyen sokan lesztek kíváncsiak, srácok. Nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg támogatást mindenkinek. Aki holnap dolgozik, annak jó munkát, aki tanulni megy, annak jó tanulást. Tudom, hogy holnap jön a nyári szünet utolsó napja, de ne sírjatok, srácok, mert az iskola ugyanolyan kurva jó, mint a nyári szünet. Nem, egyébként sokkal jobban.